Karatasik siker a Shinkyo Okusin Európa-bajnokságon Kaunasban. Berencsi tíme a ifjúsági kata és kumite versenyző előbb ezüstérmet nyert, majd a következő kategóriában már a dobogó tetejére állhatott, így a kisvárdai hölgy lett a válogatott legeredményesebb versenyzője. Itt is van nálunk az élménybeszámolóval. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok. Gratulálunk, itt vannak a, a trófeák is. A, a, a erre versenyre, az Európa-bajnokságra milyen célokkal is tervekkel indultál, indultatok Litvániából. Hát, mint minden versenyző, úgy indultam én is, nekem szeretném megnyerni ezt a versenyt, és hát hál' Istennek sikerült is. A felkészülés az, az egész nyarat, az egész nyaram arra ment el, hogy felkészüljek erre a versenyre, és ennek meg lett az eredménye, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Milyen, erő, milyen erőségű volt ez a, ez a kontinens torna, meg mennyire ismerette ebben a korosztályban, itt távolról is, az összes riválist? Hát, mint minden Európa-bajnokság, itt is ez is elég uh, erős mezőny volt. Hát, uh, itt a minden országból a legerősebbek, az első és második helyezettek képviselték országokat, hiszen országonként két versenyző léphetett a küzdőtérre, és és hát a két legerősebb versenyző, tehát egyáltalán nem ismertem a riválisokat, sem az ellenfeleket, szóval ez egy kicsit nehéz feladat volt, de hál' Istennek sikerült meg. Na, valami. tehát nem, egyszerűen nem tudtad, hogy, hogy nem. milyen ellenfeleknek a milyen stílusára helyben. kell. Uh -huh. Egyébként ilyenkor, amikor ismeretlen az ellenfél, akkor meccsközben milyen hamar ismered ki az ismeretlen? Úgy szokott ez lenni, hogy ugye több küzdelem van egymás után, a selejtezők, és ilyenkor próbáljuk megfigyelni a többi versenyzőt is, hogy milyen a küzdő stílusa. Mivel küzdelemben ki voltam emelve, így meg tudtam nézni, hogy ki lesz a következő ellenfelem, ez azért nagy segítség volt számomra. Tehát azért helyszíni megfigyeléseket végeztél a, a, a Igen, és persze a fogám segített, hiszen ő állt mögöttem, és ő készített fel. Ő, ott van, ő, ő van ott mindig beled, ezeken a versenyeken is. Ugye először ezen az ebén az úgynevezett kumite számokban mértétek meg Igen. magatokat, és egy kicsit tisztázzuk, hogy mit jelent ez a kategória, és aztán mit jelent az a másik kategória, az, a, ahol meg ugye aranyérmet szereztél. A közde, hát a kumite az egy köz, a küzdelmet jelenti. Ebben a korcsoportban ö, van testpajzsvédő, mindenkinek kézvédő és lábszervédő, meg fejvédő, és ezek a versenyszabályok alapján pedig két fejrúgással meg lehet nyerni idő lejárt uh -huh. előtt egy meccset, és egy fejrúgással is meg lehet nyerni a, a meccset, ebben ugye második lettem, és a káta, az pedig a forma gyakorlat, ez egy elképzelt ellenfél elleni küzdelem, és aki hihetőbben adja elő, meg ugye szebben, hát azt szokták általában tehát ott, ott, ott meg úgy pontozzák a, a kivitelezés Igen. szépségét és minőségét. Melyik műfajt szereted jobban, amikor nem csak, tehát amikor nem lopják el, a, nem a láthatatlan emberekkel küzdeni? Hát én mindkettőt ugyanúgy szeretem. Először inkább a forma gyakorlat része sikerült jobban, tehát azokban értem el hamarabb eredményeket, viszont idén a küzdelemben is elég jól eredményeket kezdtem el hozni, megnyertem a Diákolimpiát is, mindkét versenyszámban, úgyhogy... Van úgyhogy egyébként presztízsben különbség a kettő között a, 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 így a, a versenyzők világában? Hát nagyon sok küzdő nem ismeri el a formagyakorlatot, uh -huh. de szerintem nagyon összekapcsolódik a kettő, tehát nem lehet úgy küzdeni, hogy nem jó a technika, nem lehet úgy kátázni, hogy nem, nem erős a kálta, tehát szerintem egymásra épül a kettő. Világos, tehát akkor te majd a későbbiekben is felnőtt versenyzőként mind a kettőt meg Igen, fogod tartani, tehát szeretném. nem fogod háttérbe szorítani a bemutató jellegű Igen. műfajt sem. A, ennél az ezüstérennél, ugye ráadásul egy erős ágon voltál, és, és a döntőig lengyeleken keresztül vezetett az utat. Igen. A bírok, azok milyenek voltak veled? Hát én úgy éreztem, hogy mindent kiadtam magamból, kétszer fejbe is rúgtam, az egyik az, azt mondták, hogy az nagyon szép volt és bent volt, viszont a bírók a másik lánynak... egy. Nem foglak feldűíteni. A bírók a másik lánynak egy határeset fejrúgást megadtak, tehát ezt mondták a külső szemlélők, illetve a magyar ott lévő bírók is, hogy az, az eléggé határeset volt, de hát ez így dölt el az aranyéremnek a sorsa. A bemutató műfajban ott is ugyanúgy döntőzni kell, Igen. csak ugye az az ellenfel, ott Litván ellenfeled volt, az ellenfél, akivel, tehát egyszerűen mind a kettő megtartjátok a bemutatást, és amelyik, amelyik jobb minőségű. Ott, ott te mivel voltál jobb? Hát én egy elég erőságra kerültem itt, és szerintem nagyon felkészült voltam, teljesen ott voltam fejbe, és szerintem nagyon sokat hozzátesz az, hogy én kislánykoromban tornáztam, és ugye Ezt, ezt akartam hallé... mondani, hogy itt azért igen, vannak a de ezek szerint akkor ez ez, ez, ez ez itt a titok nyitja. Meg hogy a, a küzdelemben az erő, ami hozzáadja a formagyakorlatokhoz azt a dinamikát, azt az erőt, szerintem ebben voltam kicsit erőteljes. Tehát ez a torna, Igen. ez neked ö, ad egy handicapet. Ezzel, ahogy az az elején említettem, a magyar válogatott legeredményesebb versenyző lettél, nagy-e a tekintélyed a korosztályodba itthon? Hát szerintem, tehát én nem érzem azt a változást. Lehet, hogy mások jobban felnéznek rám, vagy jobban elismernek, de én ö, nem gondolom, hogy olyan nagy változások történtek volna a tekintélyem tekintetében. Kisvárdán, ugye Kisvárdán dolgozol, ott edzel, ott folyik komoly munka a klubotokban. Mit köszönhetsz az edzőidnek és ennek a műhelynek? Hát itt mindenki teszi a dolgát, keményen edz, és nagyon sok tehetséges és ügyes gyerek van itt Kisvárdán, köztük Rétfalvi Attila és Rétfalvi Tamás is, akik velem voltak együtt az Európa-bajnokságon. Mindketten voltak már Európa-bajnoki helyezettek és szeretném megköszönni Szentszai Markó Lászlónak azt, hogy ő, mikor elkezdtem odafigyelt rám, én mert hogyha ő nem emel ki, és nem figyel fel rám, akkor nem biztos, hogy itt tartanék, illetve a felkészítést szeretném még megköszönni Sensei Tóth Tibornak és Sensei Hegedűs Léviának. Ezeknek a mestereinek. Egyébként otthon hogy néz ki egy átlagos napod? Tanulás, edzés, mennyi munka van ebben? heti hat edzés van általában, és az ilyen másfél óra körülbelül. Hát hazajok az iskolából, pihenek kicsit, tanulok, és este felé történik meg ez az edzés. És hát elég nehéz kivitelezni, de eddig még sikerült. Mi a következő nagy terv, a nagy cél? Hát szeretnék először is újra válogatott lenni, majd tavasszal a megrendezendő Európa-bajnokságra, ami Lengyelországban lesz. És hát itt is szeretnék erre maximálisan felkészülni, és hogy hogy itt is esetleg helyezett lehessek. É, és aztán, ugye nyilvánvalóan gondolkozol azon is, hogy mi lehet a, a nagy álom, hova kellene eljutni, majd ahogy a korosztályokba lépsz előre, és felnőtt versenyző leszel. Ma e, ilyen karate versenyzőként mi a csúcs? Mi lehet neked a csúcs? Hát ö, én annak örülnék nagyon, hogyha a felnőtt mezőnyben ugyanúgy ott maradhatnék az élmezőnyben, ö, hiszen egy felnőtt mezőnyben, ha valaki feláll a dobogóra, az óriási dolog, és szeretném, hogyha mindkettőben meg tudnám ezt, még ezt tudnám vinni. És nemzetközi szinten? Ö, hát itt is az, hogy Európa bajnokságon, ö, ott is felállni a dobogóra, Ö, vagy hogy azt érezzem, hogy én ö, maximálisan oda teszem magam, és hogy esetleg a, a dobogó legfelső fokára is felállhassak felnőtt mezőnyben, mert az is hatalmas dolog. Ö, ebben a karate sportban ö, jelen pillanatban, amilyen ö, körülmények vannak ma és lehetőségek Magyarországon, ezt te tervezheted úgy, hogy profi versenyző leszel? úgyhogy hogy nem munka mellett, hanem csak a karaténak fogsz élni? Hát szerintem ez nem kivitelezhető, nem kivitelezhet. hiszen ebben nem igazán van. Tehát nem olimpiai sportág, igen, nem, igen. nem emelik annyira ki. Viszont hobbi szinten, a munka mellett esetleg szeretném majd csinálni egy saját klubot a testvéremmel, hiszen ő is karatézik, és ő is nagyon szép eredményeket ér el. Van neked ö, ö, versenyző példaképed? Nagyon sok olyan versenyző van, aki. Ö, aki kiemelendő és felnézek rá, Üh, viszont akit példaképpen tudnék mondani, azok az edzőim. Akiket említettél, Igen. köszönheted. Üh, mi az, amiben uh, ahhoz, hogy te igazán elégedett lehessél magad, vagy nagyjából elégedett lehessél magad, mint versenyző, még nagyot kell fejlődnöd? Az biztos. Tehát, hogy nincs az, hogy itt megállunk, hanem mindig van, van mit tanulni, van mit újítani, úgyhogy ezen most gőzerővel próbálunk. Uh -huh. Tehát ezeket javítani, amiket még lehet. Uh -huh. Hát Timi, akkor még egyszer gratulálunk neked ehhez, és akkor kívánom, hogy a következő célok is teljesüljenek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. szépen nálunk. köszönöm.